Hölgyeim és uraim, ami az FH22-es karrierünket illeti, 20 ponttal állunk a negyedik helyen, és az idei évben, bármennyire is nehéz elhinni ilyen erős sorrend mellett, vagy hát mégis miért lenne nehéz elhinni, hogyha erre ránézünk, illetve inkább talán erre a tavalyi évet kell itt leginkább figyelni, hogy a McLaren mennyire durván fejleszt, az egészen döbbenetes. Nyilván ott volt egy jó nagy kihagyás Szingapur után, mert ott azért már egy McLaren részéről, mert ugye ott bejelentették a jövő évi szabályváltozásokat, és akkor mindenki arra koncentrált, arra fejlesztettek, stb. Úgyhogy ennyi. Hát jó. Oké. Csodát nem szabad várni magunktól, mert aerodinamikailag béka segge alatt vagyunk. Karosszéria az egész jó, ott az ilyen stabil középmezőny. Erőforrás, na az viszont első hely, tehát az egész jó. Erre a nagy díjra hoztunk fejlesztést? Aztán valami minimális fejlesztés, de hát mindenki lefejlesztett bennünket megint, úgyhogy talán a Red Bull-ról hoztunk egy picit, de hát az is tök mindegy. A McLaren brutál, tehát nem tudom, hogy hogyan csinálják, de megcsinálják, konstans megcsinálják, úgyhogy körület. A másik dolog meg az, hogy azért ez nagyon körülményektől is függ, hogy ki mennyire hogyan áll meg a pályán, mikor baleset van. Hát figyelj, azért az arra rengeteg példát láttunk már, hogy amikor valaki balesetezik, akkor egyből odaszólnak a mérnöknek a pilóták, hogy jól van? Mi van vele? Mi a helyzet? De én részemről egyébként, hogyha a személyes véleményem számít ebbe a dologba, I've had a chat with the R&D team about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. Én tudnék olyan állapotba kerülni, hogy nem érdekelne, hogy kivel mi van ott a pályán. Verseny van. Engem nem zökkent ki senki. Azért. Mert engem nem zökkent ki senki. Nem zökkenthet ki senki. Például. Úgyhogy ennyi. Meg hát ez egy olyan világ, amiben hogyha te benne vagy, akkor szerintem már a versenytársad, még egy olyan versenytársad is, akivel mondjuk ez csak a harmadik verseny, amit teljesítesz, már akkor is, mivel mind a két profi és sportolóban versenyzőben ugyanaz a vér folyik, ugyanaz az autóversenyző vér folyik, egyszerűen rezzülésekből látod, hogy ott most meg kell állni, nem kell megállni, meg kell kérdezni, nem kell megkérdezni, ilyesmi. Gondolom, hogy megállsz, az tök jó, ha nem állsz meg, semmi gond nincs, ha megkérdezed, oké, ha nem kérdezed meg, az is oké. Nem így van, tehát most én így vagyok vele. Mert miért ne lehetne valaki ennyire beparázva, koncentrált, miért ne lehetne valaki, hol van ez előírva, hogy itt most korrekedjünk, bazd meg, amikor világbajnoki címét megy a küzdelem. Nyilván nem minden áron, de most nem arról van szó, hogy az egyik pilóta gépfegyvert fogott, és akkor lelőtte a riválisát. Ezek amúgy az autóversenyzéssel járó szar dolgok, hogy bárki meghalhat bármelyik pillanatban, és tehát ez normális. És ez hülye hangzik, de ez így benne van, tehát hogy ez a sport része. Jó vagy nem jó. Ez ilyen. És igen, hogyha valaki ott, valakivel valami történik, akkor megyünk tovább, kész. Hát most benne van. Így. Mi ez a beállítás amúgy, gyerekek? Ez most valami rossz vicc? Ja, így van, oké. Jó, hát szerintem a szárnyakat vigyük feljebb. Illetve első körben csak ennyivel. Egyenesében nagyon jók lesznek az ellenfelek. Egyből bevillant minden. Én használok multiviewert. Igen, Dani. Miért? Érdemes. Nagyon jó.
Kell valamibe segítség esetleg, vagy? Hát a mai F1-es autók azok egyszerűen azok már ilyen csoda autók. Hát hogy ott Grosjean is. Tehát gyerekek, az autótja nem gyullad föl. Ugyanezt mondom. Hogy élt az túl? Gondoljunk abba bele, hogy ott mennyi, hány G-s erő volt? 67? Az hogy kell kiszámolni? Hogy ott hány tonna súly nehezedett rá? És az a karosszéria, az autó elvezette azokat az energiákat. Tehát az micsoda tervezés, baszki. Döbbenet. És amikor Joe-t ott bukfencezett, hát most elnőzést tényleg itt a szóhasználatért, de azért titkon én valahol mosolyogtam, mert nem azért, hogy de jó, végre, hanem azért, mert tehát oké, hogy nagyon látványos az a baleset, baszki, de ezek az autók, tehát ebbe egyszerűen már majdnem, hogy képtelenség megsérülni. Egy-két horzsolás, egy-két lilafót itt-ott, hát ez oké. Ott volt a Schumacheres, és ott egyébként kisebb erőhatások voltak, mint a Grosjeannál. Közepes és rádiómi között van egy másodperces különbség, te jó atya úr. Hát nézzük meg a kemény gumit talán. Standing by. Fiatom. Veszekedés? Nem szoktunk veszekedni. Vita. Vita szokott lenni. Veszekedés hogyan? Mikor volt veszekedés? Hát most csak annyi, hogy nem megállás nélkül a hülyeség özönlik, hát majd az később. Hát most mindennek megvan a maga ideje. Hát most úgy eszmesere folyik. Vita. Megvitatunk egy témát. Ilyen egyszerű. Rosszul esik? Irigy vagy? Meg a lomán diktatúrában nincs veszekedés, az meg a másik. Így van. Értelmes vita van. Így van, köszönöm. Így van. Valaki emlékszik arra, hogy erre a nagy díjra milyen fejlesztést hoztunk? Amúgy sikerült megcsinálnom a modot, tehát hogy most már Alonso-nak, illetve Fettelnek nem Alonso feje van, hanem Fettel feje van. A festések is egészen jók. Úgyhogy... ja. És úgy minden rendben van. Hát egy pillanatot. Elég fura itt megint a grafika. Múltkor is amúgy ugyanúgy megnéztem a grafikai beállításokat. Hihetetlen. És... olyan... Elég furán tölti be azokat a textúrákat. De azon voltam egy picit meglepődve. Jó, hát ez a gumi nagyon hideg. Azért ennyire nem volt hideg a gumi egyébként. Tényleg. Verstappen. Mekkora G-erők voltak Verstappennél. De hát ő gumifalba csapódott. Az semmi szinte. Hát kőkemény szalagkorlátba csapódott Grosjean és hirtelen megállt. Egyrészt, másrészt meg Schumacher szintén kőkemény betonfalba ütközött. Hát a Verstappen az ehhez kutya gumi. Ettől függetlenül 51 G volt Verstappennél. Hát, átlagos. Az üdvend. Semmi extra. Az kemény mondjuk, azért meglepődtem. Azt hittem kevesebb volt.
Durva, hogy itt ilyen adatokkal, értékekkel dobálózunk. Mennyire hihetetlen. Jövő héten. Mikor lesz az időmérő és a verseny, skacok? Hoppá, ez már. Kicsit túl lelkes voltam. Mindjárt kettőt váltottam. Nagyon megy. Utolsó szektor a kritikus. Ilyen rossz fék támad meg, aztán pláne. Basszus! Gyerünk még egyszer. Okay, that lap was no good. We need you to improve on that. No need to worry about the tire condition for now. Everything's looking good. Igen. Reggelente, amikor leesel az ágyból, akkor is ennyit kapsz. Így van, igen, igen. Igen, jó, hát... Be kell melegedni? Mit mondjak? Be kell melegedni. Bazd meg. A 16 órakor lesz. 16 óra! Miért olyan később? Én nem korábban. 16 óra. Sötétítsenek be hamarabb, azt hadd szóljon. Guminyomás, nem tudom, hogy hol van. De valószínűleg hogy az egekben igen, persze. Ami nem lesz jó, mert... Szerintem itt eléggé melegszik. Ez biztos, hogy nem lesz jó. Lágy közepessel kéne mennünk, és... Hát, vagy nem tudom. Tábla meg ott maradt! Hát Laci, későn szóltál! De még szerintem mindig Fettel előtt tisztelegsz. Előbb itt kiindulva. Ott a... el tudom képzelni, hogy ott állsz az íróasztalod előtt, és így... Fettel nagyba ki van vetítve, és így... És közben mondod magadba, Deutschland überall lesz, és a többi. Oh. Nem, Laci? Vagy ezt hogyan kell elképzelni? Ilyen nincs. Meg Bitedánke, igen. Ihatrim. Honnan tudtam? Hát, Laci, ismerlek már, mint a rossz pénzt. Növelni kell mindenféleképpen a leszorító erőn. Legalább így ennyit. Lehet lejje talán. Jó. És... Egyen elől. Őt kettő. Így. Így. Igen. Lehet, hogy itt a hátulját közelebb kellene hozni, hogy még stabilabb legyen majd a valaga, mert ez így... Hát, sőt, ezt meg vegyük le teljesen nullára, hogy mikor gurítjuk az autót, akkor a lehető legkevésbé legyen alul kormányzott fordulőn be. Bármilyen kezdve eddig nem nagyon volt probléma, vagy volt.
Nem volt. Jó. Akkor ki kéne menni még egyszer ez a szaros kemény gumival, ugye? Eljjjj. Vagy közepessen? Jó lenne pedig lágy közepes gumizni. Meg tudjuk azt oldani vajon? Hát annyira még nem jó az autó gumi kezelése, az a helyzet. Eljjjjjjjjjjj. Ettől függetlenül közepesen kimenjünk most is. És sőt, gumikezelés. Legyen gumikezelés. Legyen gumikezelés. Erőn. Kivábel. Fenteles ágyneműben alszik, meg fenteles boxer alsóban. Ja igen, tényleg Alonso, neki volt egy nagyon durva balesete. Igen. Na az kemény volt. Az nagyon durva volt. Az elég látványos volt. Mondjuk legalábbis így maradt meg bennem. Hát most akkoriban még annyira nem voltam úgy képbe dolgokkal. De ha mostani autóval ütközött volna, hát fene tudja. Lehet, hogy föl se sziszenek. Mert igazából akkor ennyi erő, mert a Joe és Alonso baleset az talán hasonló volt. Na, röpült mind a kettő, mint az atom. Aki nem látta, érdemes megnézni. Gutierrez Alonso. Ausztrália. Eszelán Gutierrezzel ütközött itt egyet. Az első szektor végén. Lévő féktávon. Főszaladt Gutierrezre. De ezeket mire alapozod, bakker? Könyörög meg, kérlek! Helyezd be! És mondja itt a hiper-super-meta taktikát. Megőrülök. Ez egy második szezonos Aston Martin. És tovább nem is mennék. Talán ez elegendő ahhoz, hogy meggyőzzelek. Hát itt már szerintem egyedi beállítások kellenek valamennyire már. Ez csak egy gumi melegítő kör. Jó, elég jól mozog az autó. Kemény gumihoz képest. Speed it up. Our tire data's no good unless we're doing a representative pace. If we don't get our time delta back into the green, we'll need to rerun the program.
final lap. This is the final lap of the program. Hát ez hihetetlenül csúszik az autó hátulja. Ez zavaróan. Aci, miért változtattad meg a neve színét? Bujkálni akarsz előlem? Hát megszoktam, hogy zöld. Mit csinálsz? Mindig is? Nem, nevet változtattál. Úristen, Aci. De nagyon csalódtam benned. Most így akarsz pedálozni nálam? Jalizó, mi? Mondja az adatokat, nézd oda. Le akarsz kenyerezni? Húha! Leszek én a zöld. Aston Martin a zöld, tényleg. És direkt átváltoztatta Laci. Úristen, azért ennyire ne utál Alonzót. Alonzó utáló vagy, Laci? Komolyan? Úristen! Ez gigantikus nagy jó lesz most, ha eltalállak. Eltaláltalak. Na jó van. Úristen, mekkora vicc vagy. De nagyon csalódtam kora reggel. Hihetetlen. Hogy lehet Alonzót utálni? Pénzéhes, nagyképű, bunkó, paraszt, hogy viselkedik, tönkreteszi a csapatokat, bomlasz. Mit hagytam ki? Ja, meg nagyon gyors, túl gyors. Igen, zavaróan gyors. Megint Laci, na jó, meggondoltam magam, megbocsájtok, látom, hogy megbántad. Megoldottalak. Na, írjál valamit, Laci, lássák, hogy azért. Még sincs akkora diktatúra, mint ahogy sokan pletykálják azt. Ja, várjál, kapod a T.O.-t, kapod is! Gyönyörű, gyönyörű, Laci, jó, hogy jöttél. Jó, hogy jöttél, Supra is jött. Jó, hát pont 10 percet nem tudok adni. Picit több, mint 10 perc lett. Jó, van. Supra, köszi. Ezzel engem mára le is nyűgöztél. Épp volt. Köszönöm, megtisztelő. Hogy valamit itt tényleg állítani kéne, de... Hogyan lehetne növelni itt a hátsó tapadáson? Ez egészen irritálóan durva. Hogy az úgy nagyon-nagyon gáz. És minél lejjebb veszük a nyomást hátul, annál gázabb lesz. Tehát most azzal, hogyha én följebb viszem a hátsó tárnyalást, stabilabb lesz az autó ugyan, de... Vagy csak legyek ügyesebb? Ja, leszek ügyes. Jó. Ennyi persze így van, jogos így. Mert megint itt... Még nem vagyok bemelegedve, mindig ez van amúgy. Gondoljunk vissza más ember. Okay, ott is tesztelgettünk mindent, azt végül az eredeti beállítással mentünk. Mondjuk szar lett, de... Mindegy, jól hagyjuk. Szegény Laci. Hát igen, szegény Laci. Már én is sajnálom, mikor ráérek éppenséggel. Zöld névvel? Nem szólhat, beleszólhatsz, Atom, de hát annak következményei lesznek. Úgyhogy csak nyugodtan feszegesd a kis határokat. Drive out miért jobb, mint a flying lap? Hát a flying lap gyorsabban többet goptat a gumin. Viszont nagyon durván üzemeleg gumikkal fog elküldeni gyorskörre. Tehát ilyen 90 fölött van legalább, ilyen 95 körül, 90-95 közötti belső hőmérsékleten van a repülőrajtán, a flying lapnél. De ahogy, hogy többet kopik. Én ezt szoktam meg egyszerűen, az, hogy én magam jövök ki. Így én magam melegítem be a gumit, én koptatom be, belső piattól kezdve. Nem lesz túl meleg a gumi, nem lesz túl hideg. Ennyi igazából. Meg hát időmérőn meg csak a drive out. Tehát az, hogy te viszed ki az autót, mert egyrészt több üzemanyagot tudsz elégetni. Meg jó. Tehát ma jobban van a ritmusa az egész időmérőnek szerintem.
basszus. Okay, your pace is too slow. Make sure to use your overtake button for maximum power. Az istálóját bele! Norvika, nagyon szépen köszönöm neked a 8. hónapot. Köszi szépen. That lap was too slow. You need to find more speed. Make sure to properly utilize your overtake button. Okay, are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Megvezetett a rázókő. A mérnök megzavart! Megzavart a mérnök. Az, hogy stay out! Hát mondom, akkor most mi van mi?
Az meg. Ez gáz. Ez gáz. Ez gáz. Ez elég gáz. Szia hajnalka. Sikerült aludni a tegnapi borzalmak után? Persze. Nagyon jól aludtam. Kifejezetten jól. Első osztályú volt. Ja, csak hamar reggel lett. And with all the cars now over the line, let's see our top three. Verstappen, Perez, and Max Albon. Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. However, we'll be back shortly for more Formula One action. Ez gáz volt. Ez gáz volt. Hát mondom, bejövünk igazából, mert ugye a ráfordítónál, hogyha már bőven pluszban vagyok, akkor ott nem tudom, hogy hogyan kell jönni. Az a helyzet, hogy nem működik jól ez az autó. Nagyon nem tetszik. Tehát, hogy alacsony sebességű kanyaroknál ez az autó nem fordul. Lehet, hogy másabb íveket kéne autózni, vagy... És ezt amúgy már éreztük. Ebben az évben jó néhányszor éreztük, hogy ez így nagyon durván jelen van. Közben kettes szabad edzésre nyilván nem megyünk ki, mert le kell szimulálni a programokat. Akkor a hárba szabad edzésre meg már ugye kivegyünk. Ügyesség. Na miket álmodtál? Mert nem vagyok túl indiszkrét. Szia Gergő. Szia Szafu. Vidám vasárnapot. Így van. Így van. Neked is. Akkor így most egy teljesítmény bónusz elbukunk? És nem fejlesztési pont. 60 fejlesztés. Kettő darab lágygumink van. Azok. Kettő darab lágygumival kell tesztelni még. Pluszban. Bizony. Bizony. Harcoltál vele a lényekkel a barlangban. Megtisztelő. Az igen. Még streamen kívül is streamelek. Durva. Amúgy... Ez most komoly? A rohadt büdös patkány bekoptatta nekünk ezt a gumit is, amit most kellene használnunk. És ez azért gáz, mert jelenleg így 6 tized van a két gumi között. Mire felérünk, lesz az 7. Jézus. Jézusom. Az nagyon durva. Úgy gyerekek, a versenystratégiát meg se nézzük, hogy milyen a fogyasztásunk. Amúgy nem tudom, hogy mivel kéne. De tudjátok mit? Legyen ez így. 24-20. És akkor... Alacsony sebességű kanyaroknál, hogyha én most ezt lejjebb veszem, akkor mi fog történni? Most aztán... Semmi! Mert... Miért nem? Akkor mi fog történni? Amúgy. Bal hátsó nagyon melegszik. Igen, tudom, Laci, köszi. Ja, így van, szemből bemennek ilyenkor a box utcába, de tényleg amúgy? Biztos. Nincsen semmiféle rotáció az autóban. Alacsony sebességre. Ezek látod, Atom, amikor fölteszek egy kérdést, akkor arra meg nem tudsz válaszolni. Na ez akkor ilyenkor mi van? Most megadtam neked az esélyt. Külön direkt emiatt Atom specifikus kérdést tettem föl. Na, megvillantható tudásod. Erre kapásból az első kérdést elhasaltál. Hát szóval, hozz ki az ellenőrződ inkább, légy szépen. Ne, most már itt ne...
Ez miért jó, amit írtál, Atom? 3-1-3-1-7-6. Ez mi? Esport setup, mi? Az ugye? És ez miért jó? Mit fogok tapasztalni szerinted? Azon kívül, hogy jót? Az. Esport setup. Akkor ehhez valami normális szárnyalás is kellene. Stabil lesz az autó? Hát a stabil autó az nem biztos, hogy gyors is lesz. 7-2. Micsoda 7-1, 7-2, 5-5? 7-1, 7-2, 5-5. Az kemény. És akkor az... Ja, ezt már Boti, te írtad. Aha, oké. Okay. Hát a 7-2, hát az milyen alul kormányzott? És ehhez milyen szárnyat javasolsz egyébként, Atom? Kipróbáljuk. Csak azért. Jó, gondold meg, mit írsz. Ha megforgok, van. Kocsi. Hogy legyen tétje? Ha nem forgok meg, lehet, hogy akkor is mondjuk. De egy. Akkor legalább lesz egy jó pontod már. 0-0-szán. Jó, hol van, Laci? Köszi. 4-2-3-1. Ez amúgy nekem nagyon gyanús, hogy Atom ennyit gondolkodik. Úristen. Uh, 15-19-es szárnyálás, ami... Á, nem, azt nem próbálom ki. Nagyon alul kormányzott. Biztos. 24-19-es szárnyálás. És akkor felfüggesztés pedig 7-1. 4-1. Aha. Abban már van jobb potenciál talán. És ja. Már hosszabb kanyaroknál, vagy nagyobb sebességű kanyaroknál nem éreztem. Jó, meglátjuk. 4-19, akkor az följebb veszem. Hát még feljebb. Így. Jó, hát a guminyomást azt hagyjuk. Azt hagyjuk. 22-5 meg 21-0-val. Mit akarsz? Jó, picit lejjebb visszük, mert tényleg lejjebb kell ezt. Sajnos. Ez, hogy 22, tehát a teljesen minimum guminyomás, amit írtál. Hátul van 2 klik, a szebasz. Értem, hogy az mire jó. Mennyire egy impotens beállítás. Legalábbis ilyen körülmények között az teljesen. Az lényegében semmi agresszivitás nincs akkor az autó. Tehát ilyen, olyan, mint hogyha bekapcsolnám a V-szinket, annyira lassan reagál dolgokra. Jó energetik. Így van. Így van. Nézzük meg. Ez még mindig nagyon meleg. Ez nagyon-nagyon meleg. Ha lágyal akarunk menni, akkor ez tényleg nagyon meleg. Mindig. Kopott lágyal megyünk. Ki a gép? All clear the garage, please. Car's ready to leave. Nem kell, Botti, köszönöm. Nem, köszönöm szépen. Köszönöm. Tényleg köszönöm mindenkinek a köteteket. Próbáltam azok közül választani, amelyik úgy, ami úgy inspirál, ami szimpatikus. Nem egyszerű egyébként. Mert ilyen nagyon másfajta koncepciót ilyenkor azért nehéz elkezdeni. Hát egyébként működne az, amit írtál Botti, de hát az annyira másabb. Hát figyelj, teljesen ellenkező irányban van a szárny. Tehát a
tiéd hátul nagyon nagy, elő pedig kicsi, ami alulkormányzat alapul. Viszont ez meg ugye hát az elég túlkormányzott. Ahhoz képest legalábbis biztosan. Jó. Kumi jó. Múlj meg nyomjuk. Ki a szájder? Meg kell nézni, hogy milyen fogyasztás van. Ilyen gumikopás. Még stabil, pedig direkt túlfeszítettem is. Nem akar kiforogni a hátulja. 19-re kezdtük a kört. Nyilván szabad edzésen jobban kopik, majdnem dupla annyira. Időmérőhöz képest. Százalék, 5 százalékot kapott a hátulja. 5-6. Támoljunk 5-ten. Hogy nem akar megforogni. Hát akkor ez egy bal lesz. Mi van? És már VIP-rang mellett kampányolsz? Szégyed magad, el vagy szállva teljesen. Hát ez csalódás. Ezt hogy gondoltad? Hát akkor ez egy bal. Hát ez van. Köszi Atom azért a beállítást. Jó lesz. Maradunk ennél. Ja, jó lesz. Köszi azért. Jó érzés ott kihasználni. Van, persze. Én nem viccelek ilyennel. Simán. Úgy lebannoltam, mint a húzat. Ne viccelj. Nagyképű, bunkó, rohadt mocskos, ajándék paraszt állat vagyok. Megtehetem. Figyelj ide. Nincs igaza? Hogy ne lenne? Valaki ezek után merjen ellen szegülni. Néha-néha napján azért úgy látjátok a megalomán diktatúrát, azért úgy érzékeltetni kell, milyen tisztelt egyben gyűltekkel. Hát ez ilyen. Ez van. Aj, mit lehet tenni? Örök van ilyenkor? Persze. Nem. 66 másodperc múlva már tud írni. Szerencséje van, ma jó napom van.
Hihetetlen. Fölírom gyorsan, hogy 1.64. Toroza 29-el, ami azt mondja, hogy 47,56, tehát 47,5 kilóval kell megtankolni majd az autót. Oké. Okay. Dehogy, azt mondja, hogy... Hát ha lágy gumizni akarunk, akkor azt mondja, hogy 5%-ot kopik körönként. Van 29 kör. 43%-os gumikopásra számolunk, akkor az első etapban vele kell vernünk 10 kört, lesz egy 18 kör, 9, 12 kör kéne lágyjal, 11-2, és félő, hogy kopott lágyon rajtolunk, aj, mennyire rossz, megint borzasztó stratégia. Kemény gumit nem szabad felrakni, mert ott meghalunk, inkább egy közepes, és aztán lágy, mint Szaúd-Arábiába. Hogy ne rajtoljunk kopott lágyjal. Azért, mert így ezt lehet oldani. Csak így lehet ezt megoldani. Márja, hadd gondolkodjak még, azt mondja, hogy számoljunk 4%-kal, akkor is 50%-os lesz a gumi. Számoljunk a legrosszabban, 55%. Hát 55%-ig, ha elmegy a gumi, nem probléma. Nem probléma, mert... viszont ahhoz meg eléggé le kéne venni a gumi nyomást, ami megint csak növel a kopáson. Tehát 60%-os lesz a gumi lényegében. Legrosszabb lehetősége, hogyha számolok, akkor 60%. Ami... nincs gond. Utolsó szektort kell konstans jól összerakni, kell majd egy húskampózás, valakibe bele kell kapaszkodni, amennyire lehet, fölkerülni a lehető legjobban, aztán onnantól kezdve meg ERS-sel, DRS-sel menni kell a köttünk lévő után. Az egész pálya DRS zóna, hogyha hárma szektort annyira nem kalkuláljuk bele, mert ott azért sokat lehet bukni. Azért mondom a hárma szektort egyébként, amit annyira, tehát normál körülmények között egy F1 menedzserben, mondjuk hogyha ott vagyunk, nagyon nem is kellene számolni vele, de itt nagyon, mert a célgyel sávfordító az egyszerűen az nagyon jók. Utolsó kettő kanyarba pontosabban. A féktáv után a kigyorsítás, és ahogy a célgyelest előkészítik, ahogy ráfordulnak, a kigyorsításuk hihetetlenül durva ott. Úgyhogy ezt eljebb kell vinni. Kettővel legalább. Kettő nem is kettő, hanem akkor legyen így. Legyen így. Legyen így. És... így. Könnyű megjegyezni szerintem. Viszont félő, hogy a hátulja el fog durranni. És... kapadásba, el fog menni majd a balansz, ezáltal majd lesznek csúszkálások. Annyit lehetne emiatt eszközölni, hogy följebb veszük a hátsó szárnyalást egyel, így. Mert alapvetően is nekünk a konstrukciónk úgy néz ki, hogy kurva gyors, leszorító erő pedig nincs. Hogy hát ahhoz a kanyarsebességhez, amit valójában mi ki akarunk hozni az autóból, ami adja magát, viszont egyszerűen mégis ugye ilyen fura szó, vagy nem pontosan ide illő szóval élve, ilyen megmagyarázhatatlan okokból tulajdonképpen egyszerűen ahogy elkezdjük túlerőltetni, elkezdjük azt a kanyarsebességet kihozni az autóból, ami amúgy adja magát. Jön a gebasz. Úgyhogy hagyjunk benne egy ilyen kis tartalékot. És akkor időmérőn pedig úgy megyünk majd, hogy ott akár szerintem teljesen fel lehetne fújni a gumit. Elől, hátul, mindenhol. Így akkor egy nagyon agresszív autót kapunk. Viszont ebben csak egy gyors kör lesz, semmi több. Egy nagyon jól optimalizált gumimelegítő kör kell hozzá.
Félő, hogy azért itt a végére nagyon meleg lesz, de ha tényleg mégis nagyon-nagyon meleg lesz, akkor nem probléma, mert visszaveszünk be. Ez egy, hát majd kiderül, meg hát már itt a szabad edzésen kiderülhet. Egyébként meg arról nem beszél, hogy a verseny napján jóval hűvösebb lesz, mint amennyi most van. Valójában. Csak úgy mondom. Úgyhogy tudjátok, mit lehetett csinálni? Nem mondom nektek. Azt, hogy az időmérőn megtankoljuk majd az autót, és ott esetleg kimegyünk, mert az időmérőn és a verseny ugyanolyan időjárás lesz. Hőmérséklet ügyileg. Most meg 3 fokkal melegebb van, 3-4 fokkal. Úgyhogy... Igen, tehát ott az időmérőn megpróbálunk majd egy hamar összerakni egy gyorskört. Ha tényleg időnkbe belefér, akkor csinálunk egy ilyen versenyszimulációt. Egy ilyen mini versenyszimulációt, hogy mennyire melegedik a gumi. Mert ha jó, akkor még azon lehetne húzni egy picit, ugye följebb lehetne pumpálni a kereket. Na jó, elég itt a süket dumából, ki kéne menni akkor a pályára. Hát ez most véletlen volt Hajnalka. Aztán most meg már ki is nyomtam, elmondom. Fölöslegesen nem menjen az alkalmazás. Hogy? Ez most így véletlen volt tényleg. Nem ez volt a mai napnak a célja. Ami így a TikTokot illeti. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Yeah, Dave. Hát, örülök neki. A pont beszéltünk róla, kicsit részletesebben kifejtettem a véleményem róla. F1 22 előtt beszéltem róla, beszélgettünk róla pontosabban. Nice one, that lap gives us P5. Nem elég jó. Fél másodperc szerintem marad benne minimum. Feltartás miatt. Hát... kellemetlen. Ok,
kellemetlen. De miért tetszett, Dave? Nem akarok megint egyébként erről beszélni, mert én elmondtam tényleg a véleményem. Alátámasztottam érvekkel, megmagyaráztam, hogy miért gondolom azt róla, amit. Tehát próbáltam több ökből is megnézni, elmagyarázni dolgokat. Ha tényleg esetleg így szeretnéd megnézni, akkor vagy meghallgatni, ezt tudom javasolni. Először F1 kibeszélővel kezdtünk. Csak utána volt az Drive to Survive-os kibeszélős rész. Ez a 23-as kocsi mod, igen, így van. Igen, ami az autónak a külsejét változtatja. Hát igen, nagyon-nagyon kopik a bal hátulja. És ezt mondom, basszus, hogy hát ezért kellene megnézni időmérőn majd a versenyszimulációt, mert följebb kellene venni a hátsó tengelyen lévő gumikat. Mert ez a kopás, hát ez olyan túlkormányzottságot fog okozni, fú, ez durva lesz. Hát lényegében elmagyarázom, ezt hogyan kell majd nézni. De nem magyarázzam el? A fogadásokat befolyásolom azért. Mindegy, elmondom, hogy kell nézni az időmérőt. Aztán, mert van olyan, amikor ez nem jön be, csak úgy mondom. Tehát lényegében úgy kell számolni ezt, hogy 18-5-ös kör, abból ugye le kell venni a fél másodpercet, mert annyi biztos van ott a körbe, feltartás, meg béna voltam, és a többi. Tehát lényegében jöttünk egy 18-at, ahhoz hozzá kell adni egy másodpercet, tehát 19-0-át jöttünk. Azért kell hozzáadni egy másodpercet, az ellenfelek fixen gyorsulnak egy másodpercet a mostani köridejükhöz képest. Picit előre pörgetünk, és mindjárt látszódik. Mi is valószínű, hogy még gyorsulunk persze, de az bizonytalan, az nem biztos, azzal ne számoljunk. Tehát ilyen bizonytalan dolgokkal fölösleges számolni, baszki. Tehát lényegében a 19-0-val egy ilyen 12-3-4-5. Helyét harcolunk jelenállás szerint. Jelenállás szerint. És bizony, ez így kimondva azért úgy übergáz. De tök jól néz ki az, hogy itt szabad edzéseken, harmadik szabad edzésen megközelítjük az ellenfeleket, csak hát ennek úgy azért úgy, ha mögé nézünk, akkor láthatjuk, hogy mi fel voltunk tekerve, ők meg nem. Itt a Twitch-el meg tudod nézni. Csak hát, ja, ennyi. Igen. Te vissza tudod nézni, aki nem feliratkozol, nem tudja, mert pénzélyes vagyok, úgyhogy... Hogy... Hát ja. Ez van. Az majd esetleg később, aki mindenáron vissza szeretné nézni, az majd talán a bocsatornán tudja nézni. De hogyha nagyon süket dubának fog lesz minősítve, akkor lehet, hogy majd ott se. A süket duba az ott onnan azért úgy nagyjából ki van szűrve. És érdekesség. Úgyhogy nem állunk jól. Egyébként nem állunk jól. Hát ez van. De annál érdekesebb és izgalmasabb lesz az időmérő, mert ez egy ilyen autóval azért eléggé fura eredmény lenne. Hát ki tudja. De mi itt a biztos dolgokkal számoltunk, amik nem mindig jönnek be, ugye, de az esetek nagy részében bejönnek. Aki pedig most nem hallotta ezeket a dolgokat, ezeket a hihetetlen durva információkat, megszívta. Fogadások, amikor leszünk, akkor hátrányosabb helyzetben lesz. Még mennyivel? Nem. Azt nézem, hogy mi az, ami nagyon megéri, de hát nyilván aerodinamikában vagyunk még kegyetlenül elmaradva, és ez a Miami nagydíjra készül el, első szárny fejlesztés, 1325 pontot vesz igénybe. Ajjajjajj. Oké. Közben hát itt pörög a megbízhatóság is, erre is kapunk egy csomó bónuszt. Hát nekem ez így nem tetszik.
Van-e valami olyan alkatrész, amit még el tudnánk indítani? Nem, semmi, minden le van zárva. Várakozó állásponton vagyunk. Most ez a Mercedes fejlesztés augusztus 6-án fog megérkezni, ami mikor van? Augusztus, úristen, az nagyon messze van. Belgiumra? Az Belgium. Magyar, Belgium környéke. Isten. Addig semmi fejlesztés nem lesz a Mercitől? Mi a fele? Mondjuk utána meg havonta egy. Ami az elég jó, de... Hát a többiek addig így lepipálnak. Na jó. Ennyit erről. Szoros lesz ez, nagyon-nagyon szoros lesz. Nagyon szoros időmérő lesz ez. Ez iszonyatosan szoros. Figyeljetek! Papíron Ferrari, Aston Martin, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Alpine egy szinten van. Ez az öt csapat. Viszont ha a pilótákat nézzük, akkor a Ferrarit innen azért úgy... Hát ezért ki kell venni, mert ott azért ők rendelkeznek a legjobb pilótákkal. Ebből az ötösből. Fokaduma. Hát nincsen energetik. Nem is néztem, hogy milyen meccsek. Nincs egyáltalán. A versenyen is le fog hűlni a levegő, ugye? Nem, de, igen. De bizony. Fél óra elteltével. Lényegében a lágyas etapon még hidegebb lesz. Hát itt időmérőn csinálni kell egy versenyszimulációt, ez nagyon fontos. Tehát ahhoz kell egy bekoptatott lágy. Mert egy lágyat nehogy már időmérőn arra szórjunk el, hogy hogy versenyszimulációzunk itt, baszket, mekkora szégyen lenne. Isten, tehát még így kimondva is horrorisztikus. Ah. Everyone ready? Okay, let's go. Erőn gyerekek, bajnoki cím. Hát megint előjöttek ezek az árnyékok, Istenem! De borzasztóak. Nem látni a csúcspontot. És pont úgy van amúgy megcsinálva, hogy tényleg megszívasson. Mindegy, visszatérő probléma ez itt a Ausztráliában.
volna fedél följött a kurva anyjába. Megdobott. És első száj nélkül jön vissza a ház. Úristen. Gratulálok. Ez is van. Most is bízol bennem, Laci? Ja. 16-20. Jó van. Valahogy éreztem. Valami turpisság van itt. Car repairs have set us back a little. Right, the car's ready. Let's get it out there. Nagyon rosszak az árnyékok.
Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Hát ez elég gáz. Ez nagyon rossz kör. Ez mérhetetlenül rossz kör. Ú, basszus. Ennyi volt a végére, tényleg. A gumi. El is felejtettem, ez annyira... Bazd meg! Mire magával ragadt ez a... A rossz köridő. Nagyon-nagyon gyorsak az ellenfelek, bakker. Én hozzájuk képes sehol nem vagyok. Nem is bízom az autóban amúgy sok helyzetben. Tehát túl nagy az erő, kiforog a hátulja, volt ahol burított, vagy félgázzal mentem. Hát ez szóval... Ezek olyan hibák, hogy... Ó, bakker. Kérdemetlen. Csak egy gyors körre lesz időköbben. De mindegy, egyből jövünk, javítás után egyből jövünk, mert lehet, hogy a következő kört is elrontom. Hát ennyit a versenyszimulációról. Vissza kell venni most a gumikat valameddig. Nem lesz itt versenyszimuláció. Majd valamit beblöffölünk, hát kész. Hát van egy jónak tűnő állítás, aztán többit meglátjuk. Gumicsere gyorsan. Annyira nem is kell sietni, mert javítanak. We've had to spend time repairing the damage to the car. 94-95 fok volt a gumi. Ja, hát az jó. Az nem jó, nem rossz. Ezzel foglalkozni akkor. Rendben van. Tényleg annyi volt? Az volt a csúcs hőmérséklet? Okay, that's all the checks complete. We're ready az to go. Az volt a csúcs akkor. Jó, ez így. Ez a probléma. 98-ig jók vagyunk. És egyszer annyira gyorsan megyünk, hogy nem látom, hogy hol van a... Eddig van a... Még mikor jön a fű. Kurva árnyék miatt. Az egész körre olyan bizonytalanságot ad. Ez is. We've only got two laps of fuel left.
Köszi, Bence. Köszi. Laci, hát akkor ez egy... Tudod mi? Aj, Laci. Most se fogsz te megváltozni már az helyzet. Nem is akarsz. Ott kezdődik az egész. Set, we're ready to go, so let's get the car out onto the track. Hát ezt nagyon megszívtuk. Utolsó hely. Tök utolsó hely. Forradj magasan ráadásul. Hát nem tudom, hogy mennyit tudtunk volna javítani. Nem volt egy jó kör, volt egy nagyon hülye vágás. Írtó hülye. Nem tudom, valahogy így nem. Nem úgy működnek itt a dolgok, ahogy kellene. Nem is tudom ez mi.
fura. Fura az egész. Lehet, hogy a túl kemény felfüggesztés közrejátszott ebben. Ledobott lényegében a livről. Nem szabad így sokkal határozottabban kell vágni azt a kanyart. Eléggé bénán vágtam, és pont a legrosszabbul találtam el a kanyart. De nem lehetett itt pászarozni egyébként, tehát itt most vagy csinálod, vagy nem. Tehát, hogy mindegy, így alakult. Ha csak ilyen nyámnila módon mentünk volna, hogy jaj, nem kell annyira extra dolog, akkor ennyit jövünk előre. 16. helyen mivel vagyunk előrébb? Adjuk már, ezeknek a pozícióknak eszmei értéke van már. De hát az, hogy ennyire szoros a mezőny, hát ez döbbenetes. Egyébként Fettehez nagyon közel lettünk volna. Tényleg ennyire szar az autóm? Hát el kell barátkozni egyre jobban ezzel a gondolata, hogy igen, ez az autó egy kalapszar. Fettel azért talán meg lett volna. Talán. Nem tudom, hogy ott most mire lettünk volna még képesek. Ideális üzemanyag mennyiség megvan, igen. Így igaz. Igen. Mi a GoFriki? Minden okés. Köszönöm szépen. Semmi újság. És számtalan van, de hát most hol kezdjem? Az elején. Ki a Gábor? Annyit kellene csinálnunk szerintem, hogyha már, opa, így alakult ez az időmérő. Bevállalunk egy teljesen friss erőforrás, mert szerintem ez majd az idő előre haladtával megtérül. Talán majd egy picit szabadabban lehet gazdálkodni az erőforrással, tehát ez előbb-utóbb tényleg kellett volna. Ha már ez így alakult, akkor ingyen van, valójában. Szép jó napot! Innen szép nyerni. Utolsókból lesznek az elsők mosolygós fej. Hát, igen. Igen. De nem ma. De nem ma. Tehát itt ide valami, nem tudom, káosz futam kell, és akkor talán azt mondom. Akkor mondjuk, elhagyjuk. Nehéz lesz. Szia Robert Máté, és köszi a szurkolást. Szia Lacika. Nagy hatása van annak, hogy mi a motor sorrend. Hello and welcome from Melbourne, a track modified since we last raced here in Albert Park, and I think with the changes it's going to be a classic. Lehetsége. Például, we go racing today then in the state of Victoria, vannak, ugye, where the drivers have 14 corners and 3.28 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles per hour. Minimális, the close proximity of the barriers make accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. Melyik mennyit megy? Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Considering the rest of the grid we have, Hamilton, Leclerc, Carlos Sainz, and Russell, Ricciardo, Albon, Ocon, and Kevin Magnussen. Norris, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Bottas, Sebastian Vettel, and Mick Schumacher. Tsunoda, Joe, Robert Schwartzman, and Pierre Gasly, Latifi, and Depala. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Nagyon szarul nézek ki. Még mindig.
De valami hiper szuper taktika fog kelleni. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Micsoda, és így beajánlja, de úgy tényleg! Hát persze! Hát közepes, nagyon jó lesz. Most jut eszembe, hogy konkrétan itt a lágy és a közepes gumi között van egy másodpercnyi különbség. Ami azt jelenti, hogy a közepes jóval strapabíróbb is, meg jóval lassabb ez. Na, ez nagyon jó hír, ezzel nem számoltam, ezt elfelejtettem. Az ideális üzemanyag mennyiség az, ha jól emlékszem, amit kiszámoltam, 47,5, hát, nek mennyire higgyünk. Szerintem nyugodtan. A guminyomást azt lejjebb vesszük, de nem annyira vesszük le, mint ahogy volt eredetileg, hanem egy picikét én följebb viszem a hátulját, hogy kevésbé kopjon. Mondjuk lehet, hogy ez nem is kellene már. Hogy bevállaljuk ezt? Ez nagyon fog melegedni viszont szerint. Nagyon fog melegedni. Kérdés most már csak az, hogy milyen gumival kezdjünk. Az ellenfelek paszta. A lágy gumikon lepődtem meg. Magnussen lágy, Schumacher lágy, Schwarzman, Gasly lágy. Többi versenytárs közepes gumi. Szerintem közepesek kellene rajtolnunk. Azért, hogy az utolsó etapunk az brutális legyen. Tehát egy ilyen Szaúd-Arábiát kellene tolni. Csak ugye Szaúd-Arábiában az lett elrontva talán, hogy ott egy körre hamarabb kellett volna. Akkor úgy kedvező pozícióba jövünk. Talán... Ja... Amilyen... Igen, aki közepessel kezd, az tuti keményen tol a végére. A lágygumisok szintén. Mindenki kemény gumi lesz majd a végén. Mi akkor hipergyorsak leszünk. Itt az elején pedig szerintem nagyon nagy csaták lesznek. Hát itt a gumi előnyt, azt a következő, az utolsó etapba egy szétzilált mezőnyben jobban ki tudnánk autózni szerint. Mert az, hogy egy vonatot él úgy megdurrantani, előzni ott valakit, az nem egyszerű. Hogy ellenfelek 15 kört fognak venni, nekünk meg egy olyan, hát egy 17 körig kéne maximum elvenni. Nagyon max 17, de tényleg 17 kör. Utána egyből lágy. Tehát így. Vagyis, hogy bárján. Nagyon-nagyon elhúzza különben tőlünk szerintem. Csak az a baj, hogy ott a gumi meg már úgy elkezd kopni, hogy hú. Ez azért is fontos, mert hogyha most mi lágyal rajtolunk, akkor biztos, hogy kopott lágyat kapunk. Ha közepesen rajtolunk, akkor friss közepeset kapunk, és friss lágyat. Másnak is volt ilyen problémája. Ezt aztán múltkor már megbeszéltük, hogy másnak is kopott gumikat szokott ilyenkor feldobni, kopott lágyakat, ugye? Aztán talán Jiren, te írtad? Most megpróbálom beletrafálni. De ezt beszéltük múltkor, nem is talán kicsit. Jóval, Laci, igen, tehát mondjad csak a badét. Persze. Mi? Gábor, te tényleg arra fogadtál, hogy top 3? Megőrültél? Egy nagyon taktikus közepes gumi kell. Az a közepes, az brutál jó lesz, szerintem.
Úgyhogy sikerülne beakasztani a Campot egy gyors versenyzőnek, akkor az nagyot szólhatna. Ja, értem, egy jó biztonsági autó kell. Hát végül is az csak úgy jön, az csettintésre szokott jönni. Oké. Hát. Oké. De én azt is mondtam neki, hogy vonatot nehéz nehezebb előzni, mint amikor szétszínálódott mezőbe kell. Mint amikor valaki DRS nélkül védekezik ellenünk. Okay, how was that pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Lesznek egy durva kavarodások a lágygumisok miatt amúgy. Mert ők nagyon gyorsak lesznek. Egy szek. Itt Magnussen még Verstappen is gyorsabb lesz az elején köbben. Komolyan mondom. Hiper gyors lesz ő. Ugye ő kavarhat majd itt rendesen. Elég sok előzés lesz így ezáltal. Az is vagyok vele úgy, hogy még akár kemény gumi is lehet, hogy jó lenne, mert... Jó van, mindegy. Bajnoki cím, hajrá!
hálóra fékezni szinte ezt a kurva autóját, ez a videókat van. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Tire condition still looking good. No need to worry about the tire condition for now. Everything's looking good. Béna vagyok. Kurva életben. Nem. Mentálisan meg vagyok bolondulva, bazd meg. Start was okay, now stay alert for threats around you. Yellow flag. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
driver in front. Norris just ahead, push for the position. Okay, gap to the car ahead is 1.7 seconds. They're on fresh mediums. Their tyres are 3 laps old. We think they've got one more stop. And the time last lap was a 1:21.5. This is excellent stuff. You're closing in by 7/10 a lap. Gyorsan sporolni kell erre est. Mindenünket elnyomtuk. De meg lett az eredménye. Car behind's gaining on you by 5/10 a lap. Driver behind. Okay, Bottas behind. Our gap behind is 0.8 seconds. They're on old mediums. Okay, they've got 4 laps on their tyres. We think they've got one more stop. Time last lap was a 1:22.0. Yo. Driver behind. Bottas is behind you. Okay, the gap behind is 1.6 seconds. They're on old mediums. Okay, they've got 4 laps on their tyres. We think they've got one more stop. Your last lap time was a 1:22.0. Hamarosan be fognak lassulni a lágyasok. Majd lépni kell. Addig valahogy jól lenne megelőzni Norrist. The car ahead starting to create a gap. They're just starting to pull away from us now. Ez a felfüggesztés beállítás egy nagy szar. Simán kibillen az autó, baszki, így ezzel. Tudja pontosan kell vezetni ezzel. Őrület. Jajjajjajj, megkezdődött a háború, baszki. Jajjajjajj, úgy állóra. Barom. Álló kormányzottak vagyunk olykor. Right, we need to get past here. Use overtake, use overtake. Driver behind. Driver behind.
Okay, Bottas behind. And the gap behind us is 1.3 seconds. Ahogy most nézem, egy Norris van előttünk, gyerekek, az mi a lószal? Norris a leggyorsabb pilóta jelenleg a mezőnyben. Ja, büntetése volt, ugye? Jó, úgyhogy nagyon nem is kell itt ugrálni, most jövök csak rá. Szép, kényelmesen. Észjáték, csak az észjáték. Tehát Norris ez majd húzni fogja itt nekünk a vonatot. Állagyobban. Hoppá, okay, meg. Slow down, slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Sebastian's in for his stop. Ne! Ne! Menjünk el a biztonsági autó, mert... Ez hova megy, bazd meg! A biztonsági autó! Aszta! És rendesen látta, hogy kiesik a pályáról. Mi a fene? Hello. Hello. Ú, még a szemüvegem is bepárásodott, basszus, adja világ. És akkor ott így visszateleportált, hopp! Most aki kemény gumira kijött, az végig megy, nem? Úgy nekünk is ez kéne, spaszok, nem? Gondolkodj. Most box, és kész. Bassza meg, ez de rossz ez a safety car. Jöhetett volna 2-3 körre később. Hányadik plusz? Ebből futamgyőzelem lehet így akár. Most kijövök. Ödepes. Kemény lesz. Ez a bazin az ígyszer, ezt ki kell használni. Ebből futamgyőzelem lehet így. Ez kurva nagy ígyszer. Gyere. Okay, one stop to go. Just one stop left in this strategy. Ez az! Úristen! Ez egy hajszálom út. Ez nagyon egyszer stratégia. De a kemény gumit azt utálom. De nem azért utálom, mert az ellenfeleké sokkal jobban működik, mint rajtam. Úgyhogy ez egy a közepes meg nagyon-nagyon konstans lesz. Közepes a legjobb gumi. Legalábbis. Jó lesz ez. Nagyon jó lesz ez. Fogyasztás milyen volt eddig, kacok? Arról van információnk? Közepes raktam szándékosan, hát. Semmit nem béláztam el. Köszi szépen, Tosi. Köszi. Gyerünk vala, mi fiktatsz? Fogyasztás milyen volt eddig? Semmi info?
Az előző gumi elől-hátul mennyi volt? Százalékra. Mekkora volt a különbség? Elég, hogyha csak annyi pontok. Köszi, Laci. Kör végén biztos, hogy bejön. Hát, akik előttem vannak, ők... jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Kerül. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Mi a fene? Tocsi! Jó ég átjon még. Köszönöm szépen a bombádat. Köszi, Tocsi. Green flag. Okay, so we're leading our teammate by 2.3 seconds. Use your overtake button for more power. We need to push. Let's use overtake and burn off some of this energy. Ez durva lesz így. Ezt utálom a legjobban bazdmeg. Végül estérbe menni, gyorsan. Itt már óriásit kell védekeznünk valószínű. Végén szerintem, vagy nem is tudom, mi lesz itt. Mindegy, nem agyalunk. Próbálok a lehető legjobban menni inkább. DRS has been enabled. DRS is now enabled.
And gap to the car in front is 5.8 seconds. Hamilton's in the pits. Gumi. Yellow flag. Hát ez kibírja szerintetek? Okay, clear. Mindjárt megnézzük, hogy egy körbe mennyit kopik. Sainz is the fastest man on track right now. He's just posted the quickest lap of the race. Kihagy a motor. Ennyi volt a kör elején. Ennyit, inkább elég, hogy ennyit mondtak, hogy mennyit kapott. Gap to your teammate behind is 5.6 seconds. Valóban. 60 fölött leszünk akkor. Úgy gyerekek, meg kell csinálni ezt most, ez óriási lépés. Driver behind. Okay, Russell's behind you now. Okay, so the gap to the car behind is 2.7 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 8 laps old. Time last lap was a 1:21.9. Thank you.
bit behind. Russell behind. Our gap behind is 3.3 seconds. Okay, they're on old hard tyres. Okay, they've done 10 laps on those tyres. Your last lap time was a 1 minute 20.9. Nem is gondolkodom, hogy közelebb engedjük Russellt, hogy legyen ő a hátvédünk. Nagyobbak kellene. Hát az a helyzet, hogy az idő előre haladtával minden jó lesz a hátvédünk. Ez a gumi el fog fogyni majd hamarosan. Hú, ez nagyon gáz gumi lesz. Később óvni a gumit. Okay, we're approaching the pit window. You're gonna be on softs. Az meg. Mondjuk hamar utol érnek azért. Mikkel. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Way behind. Okay, Russell's behind you now. Okay, the gap behind is 2.8 seconds. Okay, they're on old hard tyres. Their tyres are 12 laps old, and the time last lap was a 1:20.6. Okay, we're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Azért ezen a pályán elég nehéz Buttonnek lenni, baszki. Hát itt holóvod a gubit. We've got a lot of spare energy. Okay, to use your overtake button. I'm way behind. Próbálok mindenhol később rálépni a gázra. Russell behind us is 2.1 seconds. Okay, they're on old hard tyres. Their tyres are 13 laps old. Time last lap was a 1 minute 20.5.
kemény gumival már régeség védekeznünk kellene. Egészen biztos. Most kéne kísérletezni, ugye? Hú, üzemanyag elég, ugye? Sainz is the fastest man on track right now. He's just posted the quickest lap of the race. Aztán mindjárt itt van. De várjatok amúgy, bazd meg! Hát közepes raktam! Hát most jut eszembe, bazd meg! Hát bizony, most írjátok ezt a médiumot, a büdös istálóját! Megőrülök, bazd meg! Mekkora amatőr hiba, bazd meg, úristen! Hát kizárnak, hogyha így megyek végig! Úristen. Ez nem tudom, hogy hogyan, hogy nem jutott ez eszembe. Hát ez olyan, hogy... Nem tudom. Gáz pedál nyomás nélkül akarok menni előre, bazd meg. Hát ez... Úristen, bazd meg. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Green flag. Safety car's out. We need you to reduce your pace. It looks like there's a high amount of debris on the track. Be careful. Asta cool! Ennyi üzemanyag kell a végére. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Köszi, Benzo.
I've got information on Albon for you. They seem to have an issue. And that's just 5 laps of fuel remaining. Na ez egyszer. Itt nem lehet hibázni. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tyres are up to temperature. And remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Okay, clear. Okay, battery's looking good. You can use the overtake button to get past. Right, we've got enough fuel for 3 more laps. Yellow flag. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online.
Well done, good finish. You stepped up and achieved what we asked. Good job. Mondtam, egy hiba se fér bele. And Mercedes have pulled off a great victory here today. Napoli Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think it was clear what the main contributing factor out of the track was. Speed. It sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races. And we saw that today with our winner. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Túl izgultam, bassza meg. Ugye a második szektor elején lecsúsztunk, és az gáz volt. Nagyon sok erdesünk elment. És az volt a probléma, ugye, hogy az utolsó körben meg elnyomják az összes energiájukat, és akkor a leggyorsabbak. Tehát lényegében ez azt jelenti, hogy ha az utolsó előtti körben vagyunk, akkor röhögve megelőzzük. So let's have a look then at the driver's standings. Max Verstappen should be pleased with his performance, making gains at the top of the table. Let's focus on driver of the day. Who do you pick? I have to give it to the something that's a very handy skill to have in modern Formula 1. It's time to check out the constructors. És Gábor amúgy hihetetlen, hogy igazad lett végül. Ez döbbenetlen. Good work from Aston Martin this weekend. Push themselves further up the order. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who's joined us, and we'll see you for nagyon, the next one. Nagyon túl buzgó voltam, nem kellett volna ennyire. Ez egy Nem kellett volna itt annyira túl díhegni. Azért egyébként nyilván most, hát az a helyzet, hogy oké, azt nézzük 20. helyről, második hely, úristen, micsoda, hihetetlen, Jézus várja, meg szerencse is volt. Igen, volt. Egyértelmű. Meg kell csinálni, de tehát ez önerőből nem ment volna szerintem. Meg ez a mérhetetlenül nagy amatőr hiba, hogy közepes raktam, hát ez mi volt? Végül bejött persze, de azért egy szerencsével valójában. Hogy gondoltam ezt? Hát ez hihetetlen. De kemény gumiban nem tudom mi lett volna, amúgy. Tényleg nem tudom. Amúgy a lágyas etapon mennyi volt a maximális gumihőmérséklet? Kíváncsiság kedvéért, szerintem 96-ot nem ért el. Mennyire ment föl maximum? Valaki figyelte? 94! Jézusom! Az kemény. Azt akkor följebb lehetett volna. Följebb lehetett volna még vinni. Hú. Durva volt. Ez nagyon-nagyon durva volt. Kemény verseny volt ez nagyon. Kemény nagy díj. Nem volt jó az a guminyomásatom. Nem. Egyen vagy kettővel följebb lehetett volna vinni a hátulját, hogy ne kopjon ennyire, nagyobb tapadás legyen, és a többi. És még igen, és még azt, így van, és még próbáltam bizonygatni, hogy ez így jó, hogy közepes raktam, nem tudom mi volt velem. Uram, nem tudom, rövid zárnat. Alzheimer, az dolgozik, látjátok. Tényleg ez... Milyen hiba ez? Mint amikor így egyes fokozatban verekod az autót, és így azt várod, hogy váltson magától, a manuális váltó. Tehát, hogy így bőg a motor. Miért bőg ez a motor? Mi a fene? Hát, ez hihetetlen, bazdmeg. Hol vagyok? Mi ez? Váltsál már magadtól, az csak ordít a motor. Ordít, de meg csak battyogsz. Mamma mia, mi volt? Kérdés a következő. Tudunk-e fejleszteni? Ezzel most kéne megindulni, ezzel is elletesszük le a voksunkat. Próbálok úgy
taktikázni a fejlesztésekkel, hogy a lehető legolcsóbb legyen. Akkor itt egyértelmű a tényállás. 8. Ó, várjál, Imolára hozunk fejlesztést. Nézd oda! Csak egyet gondolom. Haha! Kettő! Egy erres fejlesztés és egy légellenállás javító fejlesztés. Hurrá! Ez meg egy DRS aktiváló mechanizmus javító fejlesztés. Csak az a baj, hogy most ez a mechanizmus ez olyan, hogy tehát amikor nyomod a DRS-t, akkor használ, ha meg nem nyomod, akkor meg ez a fejlesztés forintot nem ér. Hát időmérőn fixen jó, versenyen meg, hát hogy így, amikor használod. Hát, hogy spórolni kéne inkább még a ponttal? Vagy inkább addig egy gumikezelés javító fejlesztés? Hát annak mondjuk nagyobb értelme lenne. Miként maga biztosabban lehetne zsonglőrködni a gumikkal. Szerintem ez a hármas fejlesztés, ez még mennyi, és akkor többet nem fejleszünk, mert Vettel akkor abból jobban profitál, mint én. Aha, közben, de kellemes, lefejlesztettek bennünket. Néhányan, na majd ezt mindjárt megnézzük, hogy ez hogyan is van pontosan. Pucs. De jó nagy díj voltam. Izgalmas, de fordulatok. Hát kár a győzelemért. Hát ha megnyertük volna a versenyt, akkor vezetnék a bajnokságot, ami még konkrétan ilyen körülmények között soha nem volt, skacok. Soha, de soha. Még Szaúd-Arábiában is óriási, nem tudom, hogy ez minek volt köszönhető. Ott is, itt is azért úgy működtünk. Eljött. Még mindig nem tudtuk meg azt, hogy mennyire jó ez a fordított stratégia. Még araboknál jó kijött a lépés, ott is. De mondjuk ott tempó is volt azért bőven. Itt az Ausztrál nagyon felerondított, én csak. Jó van. Lehetünk tovább szerintem. Ez az, ott az erres fejlesztés. Igen. Még egy fejlesztés. Ugye? How do you want us to deal with this one? Ha 10%-ot elvesz, mi? Hülye vagy? Inkább add ide a fejlesztési pontot. Hát az sokkal többre megyünk azzal. Jézus úristen, ez hülye? Hülyének néz? Na, ez az dupla fejlesztés. Hát ezt a checkpoint challenge-et nem csinálom meg, pedig meg rá benne lehetne menni. És gyerekek, az Alpine az nagyot lépett előre. Aha. Nem tudom, hogy ide mi kell. Több gyár fejlesztés, vagy mi? De nyilván arra meg én nem nagyon vagyok befolyással.